Sziasztok! Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Montserrat jezsuita vlog párbeszéd adása. Beszélgető társam Janka Gyuri, öreg diákunk és munkatársam itt a jezsuita vlogban. Ahogyan már megszokhattátok, a párbeszéd adásainkban mindig megszólítunk egy közösséget, akik feltehetik kérdéseket az aktuális témánkkal kapcsolatban. Az aktuális témánk a szabadság, a közösség, aki pedig kérdésekkel készült, a magyar cserkészek. Mielőtt belecsapnánk a kérdésekbe, Bálint, szeretnék föltenni neked egy általánosabb kérdést. Van olyan dolog, ami nélkül te nem tudsz meglenni egy napig? Vagy egy hétig? Hát rögtön így elsőre az életfunkcióhoz szükséges dolgok jutottak eszembe, ami nélkül nem tudok meglenni. Például az alvás ilyen, vagy ha kevesebb, akkor azt érzem egyértelműen. Ami így zsigerből most vagy érzésben így itt van velem, ami nélkül nagyon nehéz lenne, vagy nehéz, hogyha nincsenek átmeneti idők, hogyha túl sűrűvé válik egy nap, és nincsenek én időim. És az jelenti azt, hogy csak teszek egy kört a rendházunk körül, vagy egy edzés, vagy tehát valami olyan, amikor ki sikerül kiszellőztetni a fejem, vagy engedni, hogy a dolgok utolérjenek. Ha ez hiányzik, akkor azt érzékelem, az nem könnyű nekem. Ez jutott először eszembe most. Hát mert töltődni is kell, ugye? Hogyha nem tudsz töltődni, akkor csak fogysz. Igen, alapvetően igen, ugyanakkor pedig a néha, amit teszek, abban jön töltődés. Nagyon ritkán élem meg munkának egyébként azt, amit jezsuitaként teszek. Főleg ilyen amihez értek meg, amit tanultam, lelkivezetésekben, gyóntatásokban, szentmisében. Én nagyon szeretek papnak lenni. Hogy ezek a papi dolgok, vagy teendők, ezek persze, hogy feladat, de hogy valahogy sose éltem meg munkaként. Te jelen pillanatban és általánosságban szabadnak érzed magad, Bálint? A kérdés az, hogy értem-e szabad vagyok-e, hogy na, most éppen ahhoz van a kedvem, hogy na, még délután pihenek egy órát, vagy ilyen értelemben nem. Ilyen értelemben nem érzem azt, hogy mindig azt tenném, amihez éppen az adott pillanatban mondjuk kedvem vagy igényem lenne. Ez a fölsőbb szint. Viszont mélyebben, hogyha a kérdésnek a mély értelmére próbálok ráérezni, vagy hogyha ott, ha nagyon őszinte vagyok, ott pedig van, ami egyre szabadabb. És nem érzem azt, hogy teljesen szabad lennék, azt így nem tudnám megfogalmazni, de azt vagy nem tudnám kimondani, és akkor nem lenne ilyen persze, szabad vagyok, vagy... De azt viszont igen, hogy a helyemen vagyok. És hogy abban a térben, aki vagyok, meg ahol vagyok, ott vannak, mit tudom én, vannak mozgásaim, meg vannak könnyebb, meg nehezebb helyzetek, amikkel bánnom kell magamban is, meg a feladataimat, a küldetésemet illetően is. De azt viszont könnyen meg tudom fogalmazni, hogy a helyemen vagyok ott. Ott van egy szabadságtapasztalat, hogy ez az én életem. És tényleg az enyém. És hogy van pár nagyon jó baráti kör, vagy van akár így az edzéseim körében, vagy a iránytű tím, a rendházi kör, a mi Montserrat vlog körünk, vagy én nagyon szeretek tímben dolgozni, vagy így élek, vagy így többek vagyunk együtt érzésem van, vagy ez nekem nagyon ilyen lételemem. És hogy ott van egy ilyen szabadság, hogy nem minden rajtam van, vagy nem minden teher rajtam van, vagy egy jezsuitaként is ezt érzékelem, hogy annyira nagy, olyan jó megélni azt, hogy hazamész, akkor ott a rendházban ott vannak nem mindig az az érzés, de nagyon sokszor az érzés, hogy ott vannak a rendtársai, tök jó beszélgetések alakulnak ki spontánul, számíthatunk egymásra. Valahogy ez, hogy több, együtt több, és ott megélek egyfajta olyan szabadságot, amit magamtól nem tudok így. Na, szóval így tudom megválaszolni a kérdést, szóval van ennek egy szintje bennem, azt hiszem, hogy van egy ilyen mély helyemellét, ahol növekszik ez a szabadság, és vannak a napi teendők, ahol hát hullámzik, akkor vannak könnyebb helyzetek, és vannak nehezebbek. Érkezett egy nagyon alapvető kérdés, ami szerintem nagyon segíti alapvetően helyre tenni ezt a mai egész beszélgetésünket és a témánkat. Mi a különbség a ragaszkodás és az elköteleződés között? A ragaszkodás az önmagamra irányul, az elköteleződés pedig a másikra. Azt hiszem ez a különbség a kettő között. A ragaszkodás, hogyha szimbolikusan beszélünk róla, akkor a ragaszkodás mondjuk azt fejeznék ki nekem, hogy van egy ökölbe szorított tenyerem. Meg akarom fogni, ragadni,
ragaszkodom. Az elköteleződés pedig tudom nyitva tartani, de neked adom, odaadom. Valamilyen adás van benne. Nagyon érdekes ez, hogyha be water, my friend. Bruce Lee-t idéztem. Most a víz, olyannak lenni, mint a víz, vagy amiben van élet, van mozgás. Ha egy vízbe belemeríted a kezedet, akkor ez a képe neki, van egy ilyen híres interjú a Bruce Lee-nek, és akkor a víz az igazodik ahhoz, ami benne van, vagy a bögrében lévő folyadék az igazodik a bögréhez. Vagy van egy ilyen lazult alkalmazkodás, készség vagy képesség, amikor a víz jelen van, vagy hogyha a vizet meg akarod ragadni, akkor kifolyik a kezed közül. És valami ilyesmit érzékelek itt a témánknál, a szabadság témájánál, vagy a kérdésednél, hogy amit keresnénk, az nem annyi, az valahogy az elköteleződésnek amikor tudunk élni, tudunk alkalmazkodni, tudunk szabaddá válni valamire, ahogy a Nárpi atya is beszélt erről. Ennek a gondolatnak a mentén bennem most az csapódik le, hogy a ragaszkodás az alapvetően inkább egy negatív dolog, míg az elköteleződés a pozitív. Hogy semmilyen körülmények között nincsen jóféle ragaszkodás, szerinted? Ha nem kell a kifejezések körülforognunk most, hanem megpróbáljuk megérteni, lehet jól érteni a ragaszkodás szerintem. De. Tehát remélem, hogy lehet mondjuk egy napirendhez jól ragaszkodni. Úgy, hogy segítsen. Vagy egy étkezéshez. Úgy, hogy az orvosod előír valamit, és neked ragaszkodnod kell a diétádhoz, mert különben nem jó. Vagy ragaszkodsz az alvási időthöz, mert tudod, hogyha nem alszol eleget, akkor másnap nem vagy jól. Vagy hogyha... Na, szóval ilyen értelemben biztos, hogy kell pozitívan beszélgetnünk erről. Viszont, hogyha mereven ragaszkodunk a kereteinkhez, akkor talán az nem annyira ideális, vagy nem segítség számunkra. Szent Ignác beszél egyébként a lelkigyakorlatos könyv elején, hogy vannak bennünk rendezetlen ragaszkodások, amelyek megkötnek bennünket. És amikor imádkozunk, vagy gyakoroljuk az imádságot, ezeket elengedhetjük, vagy nem kell körülöttük forogni. A Váci Jenő atya, Püspök Szent Lászlói lelkigyakorlatos házunkat azért életrendezés házának nevezte el. Hogy rendeződhet az életünk az Isten jelenlétében. Na, szóval így, ha nem csak a kifejezésen van a különbség, hanem maga az irány, hogy mennyire vagyok merev. Hogyha az identitás megmerevedik, hogyha nagyon mereven élek, és nem, akkor az törik. És hogy azt viszont gyakorolnunk kell, hogyan leszünk lazultabbak, hogyan bánunk azokkal az élethelyzetekkel, szituációkkal, amelyek nem rajtad múlik, hanem érkeznek feléd. És ott van egy tanulás, abszolút, szerintem. Szerintem rögtön ezt az egész az átengedésnek a folyamatát el lehet indítani, vagy az erről való gondolkodást azzal a kérdéssel, hogy az Istennel szemben milyen konkrét formában vagy módon lehetünk őszinték a ragaszkodásainkat illetően. Az első kérdés az, hogy magunkkal őszinték vagyunk-e. Mivel az Istennel őszinték tudnánk lenni, sokszor előtte meg kell tanulnunk együtt érezni saját magunkkal. Nagyon nehéz úgy őszintének lenni valaki mással, vagy az Isten, hogyha magammal még nem vagyok az. Mert akkor általában azt szokott, ha nem vagyok önmagammal őszinte még, akkor általában azt szoktuk mondani, hogy mit kéne érezni. Katolikus emberként most azt kéne éreznem egy szentségimádás alatt, hogy... És akkor így kéne éreznem, vagy fú, hát akkor nekem most... Ha jól élek, vagy jó katolikus vagyok, akkor nekem most azt kéne mondanom, hogy... És akkor mondok egy ilyet, de ha így imádkozunk, vagy így élünk, akkor egy idő után az imádság unalmas. Mondok egy személyes példát, csak kezeljük úgy, hogy nem mondjátok el senkinek, léci. Na, de ha nagyon őszinte vagyok, akkor múltkor volt egy szentségimádás, ahol hát ilyen hosszúnak éreztem, egy órát voltam ott, és hosszúnak éreztem. És ha őszinte vagyok, akkor unalmas volt. De mondjuk ezt papként nem szoktál ilyet mondani, mert ez nagyon ciki ilyet mondani, hogy unod a szentségimádást. De minden esetre az érzés az ez volt, hogy ott ülök, és így odaadtam az időmet, ott ülök, és így... Hát ennyi, nem történik sok minden, és így hát unom. És akkor pont ez történt, amiről beszélgettünk, hogy tudok-e őszinte lenni magamban, amikor megfogalmaztam azt, hogy
magamnak, hogy hát ez most elég unalmas. És elmondtam neki, hogy uram, ne haragudj, de ez unalmas, unlak. Amikor ezt kimondtam így felé, tehát neki, mert hát imád, tehát azért voltam ott, és hogy őszinte voltam vele azzal kapcsolatban, amit átélek, ez volt az érzésem, ami így felőle jött, hogy Bálint, te is unalmas vagy. És tök igaza volt. És nagyon-nagyon felszabadító volt utána. Tehát azt éreztem, hogy ez, hogy megérkeztem, vagy onnantól már nem volt unalmas. És nem mindig, tehát néha nagyon nehéz őszintének lenni magunkkal is, de hát főleg vele, főleg, hogy ilyen nehezebb érzéseink vannak. De azért éri meg, vagy azért bátorítanálak téged, meg akik néztek bennünket, hogy merni őszintének lenni az imádságban, mert ott tudunk, ott valós, ott válik valósra az ima. És ott meg megszólal. Valami ott érződik, vagy nem emberi módon, de így a lelkünkben, vagy belül van egy intuitív, egy belső megérzés, hogy ott kapcsolódhatunk. Ez valóssá válik. És ott pedig igen, ott lehetünk bátran őszinték, vagy nyitottak. Abban a reményben is, hogy ez a, ami felül érkezik, az is jobban láthatóvá, vagy hallhatóvá válik. Voltak nekem is az életemben ilyen fogódzók, vagy úgymond olyan ragaszkodások, amik úgy éreztem, hogy azok keretet adnak az életemben, és hogy úgy tudok komfortosan. És ezért én például tökre tudok azonosulni a következő kérdéssel, hogy nem lehet, hogy a ragaszkodásom tárgya ad nekem egy biztonságot, és ezáltal egy belső szabadságot? Nagyon érdekes az, hogy a kérdések mögött, amiket kaptad, küldtetek is, meg amiket kaptunk, nagyon ezek térnek vissza, hogy amiket kérdezel is, és remélem, hogy sikerül válaszolni, vagy sikerül oda találni, de mint a tény, hogy a kérdések mögött ott van egyfajta féltés, hogy ugye ragaszkodhatok azért, ezek nekem tök fontos dolgok. Vannak akár keretek, akár kapcsolatok, akár valami konkrét dolog az életünkben, vagy életetekben, életemben, amiben nem akarom elengedni, vagy nem tudom elengedni, vagy nem szeretném elengedni. És hogy ez ennek a megélése, vagy ennek a kimondása, ez fontos. Mondok egy példát, gazdag ifjú. Jézus azt mondja neki, hogy megkedveli. Nagyon-nagyon normális, egészséges srác, akit az Úr lát fantáziát benne, hogy tanítvány legyen. Beszélnek, és akkor Jézus annyit kér tőle, hogy gyere, akkor add el, amit van, és kövesse engem. És érintett a gazdag ifjú ettől a meghívástól, de nem tudja elengedni azt, ami ott van, és fogja magát, szomorúan elfordul, és eltávozik. Ez történik. És mi lett volna akkor, hogyha a gazdag ifjú elmondja Jézusnak ezt? Nem értem. Nem szeretném elengedni ezeket. Nem akarsz mást kérni, vagy biztos, vagy miért kérsz tőlem ilyen nehezet? És ha ezt a gazdag ifjú őszinte lett volna ebben a helyzetben önmagával és Jézussal, és kimondta volna neki az érzéseit, lehetséges, hogy Jézus válaszolt volna neki, hogy nyugi, 100 annyit adok. Micsoda? Nem értem, hogy? És akkor van egy párbeszéd, amiben vagy azt mondja, hogy de, ez nehéz, de megéri. Vagy az, hogy nem szeretnéd, akkor ne. Érted? És akkor nem a szomorúan megy el érzés van mögötte, hanem valami meg tud születni az ő számára. Nagyon sokszor ezt lehet, ami a hivatáskeresés témában. Aha. Hogy persze, hogy ragaszkodunk, én egyszerre akarok mindent. Én egyszer akarok házas lenni, egyszer akarok pap lenni. Miért ilyen az egyház, hogy nem engedi meg nekem, hogy minden az enyém legyen? És az érzés ez valós. De amint a személy az imádságban az Istennek kimondja ezeket, ő válaszol. Vagy a remény az, hogy válaszolni fog, és ott tisztában látunk. Ez az egyik. A másik, ami fontos lesz, hogy nem mindegy, hogy mibe helyezed a biztonságot. Vannak életállapotaink, helyzeteink, ahol mindegy, csak valamibe bele lehessen kapaszkodni. De azért, hogyha tényleg keressük a jó döntéseinket az életünkben, a jó kapaszkodóinkat, akkor arról fontos lenne beszélni, hogy hova kapaszkodsz. Mi ad biztonságot neked? A rendi képzésünknek a végén volt egy pár hónap, amit hospice-ban haldoklók mellett töltöttem, beszélgettem velük papként, gyóntattam, hát ápoltam őket. Ott voltam mellettük a haláluk pillanatában. Nehéz, nem volt könnyű nekem ez a tapasztalat. De nagyon fontos tapasztalat volt. És megdöbbentő, hogy igazából az a téma, hogy mi történik a halálunk körül, halálunk előtti napokban, hetekben, az arról szól, hogy hogyan lenne jó élni.
mi fontos az életben igazán. És ott ilyen témák, hogy mennyi pénzed van? Semmi. Mennyi diplomád van? Nem beszélgetünk ilyen, nem téma, nem fontos. Ami fontos a halálunk előtt, úgy tűnik, az a kapcsolataink. Szeretsz-e? Szeretve vagy-e? Emlékek azokkal, akik közel voltak hozzád. Tapasztalatok a szeretetről. Az Istenben való bizalom, vagy hitnek a témái, hogy vár, hogy oda helyezem. És sokkal finomabbak lesznek ezek a témák. És hogyha tényleg ez a fontos az életünkben, akkor ezt gyakorolnunk kell. Akkor már most megéri gyakorolni azt, hogy vannak dolgok, amelyek most fontosak. Tehát ne létszi, keresetek sok pénzt, meg létszi, használjátok jól, meg tanuljatok, meg legyen sok diplomád, meg tegyél meg mindent, ami most a korodban feladatod, rajtad múlik. De ez vezet valahova, ezt valamiért teszed, ez nem önmagáért van. És ha apa leszel, vagy, akkor nem a kulcs, az nem az, hogy én dolgozok azért, hogy a gyerekemnek jó legyen. De nem vagy a gyerekeddel. De nem beszélsz vele. Nem töltesz időt vele. Vagy ugyanez így papként, vagy szeretesként, hogy szolgálsz azért, hogy az Istennek jó legyen. De kéri ezt? Imádkozol még? Vele vagy? És ami iránya van az életünknek, amit keresünk, vagy amit gyakorlunk, azért az az, hogy bizonyos dolgokat el kell, nem fontosak, el fogjuk engedni, vagy el kell engednünk, vagy gyakorolnunk kell szabaddá válni. Mert önmagában csak elengedni a fontos dolgokat, az nem lehetséges, hogy érted? Önmagában, mit tudom, papként elengedni a családot, hát az önmagában nem megy, vagy hogy mondjam, hát ki, tehát ez önmagában nem segít. De a vele létből tud születni valami, ami a te utad lesz, vagy a te életed lesz, ahol helyeden vagy, aki te vagy. Az elengedés azért az nem egy egyszerű dolog. Szerintem életünk végéig biztosan ugyanúgy nyitva lesz ez, mint a személyiségfejlődés, vagy bármi, és biztosan a végén is nehéz lesz. Ehhez kapcsolódik a következő kérdésünk. Ráfeszülök, nem értem magam. Mi segít a könnyedségben? Mi segít az elengedésben? Hát egy jó sör este. Vagy kettő. Na, de komolyan, ami segítség lehet a könnyedségben, vagy elengedésben. Szent Ignác használ egy olyan szót, amit idehozok most számotokra. Ez az indiferencia kifejezés. A belső szabadság, indiferencia kifejezés. Belül szabaddá válni, vagy szabadnak lenni. Egyik levelében így ír Ignác, itt kimásoltam a Szent Ignác levelei közül. Őrizd meg minden dologban a lélek szabadságát. Ne kacsingass semmiben arra, mit gondolnak az emberek, hanem tarts lelkedet bensőleg olyan szabadon, hogy bármikor képes legyél az ellenkezőjét is tenni. Ne engedd, hogy bármi megakadályozon abban, hogy ezt a lelki szabadságot megőrizd, ezt soha ne add föl. Nagyon érdekes ez a bátorítása Ignácnak, egyfajta lelki szabadságra, amit a lelkigyakorlat elén a Fundamentumban beszél, lelkigyakorlatos könyv elején, ilyen Fundamentum alapigazságnak nevezi, hogy van egy irány az életednek, és hogy most gazdag vagy-e, vagy szegény, egészséges vagy-e, vagy beteg, hogy az mindegy. És tudod, olvasod, és érzed azt, hogy nem mindegy. Tehát én nem akarok beteg lenni, tudod, hogy én nem akarok szegény lenni, vagy én nem akarok kiszolgáltatott lenni, vagy tehát a szív reagál, hogy nem értem, vagy ez nekem, ez tök ijesztő, hogy akkor, hogy van egyfajta ilyen, hogy legyek szabad ezektől. Nem érzem magamat szabadnak arra, hogy most beteg leszek, vagy pedig egészséges, ha rajtom mondjuk, akkor én egészséges akarok lenni, vagy érted, hogyha, na ilyesmi. És hogy mégis így, ez a szint, ahogy reagálunk rá. Viszont a vele létünkben pedig tényleg létezik egy ilyen valami olyan szabadság, vagy indiferencia, amire el lehet jutni. Néha egyébként egy jó társaságban barátság segít, de egy jó társaságban lehetséges ez. Mondok pár példát, ami nekem segített szimbolikusan is. Tehát az, hogy lazultnak lenni nehezebb helyzetekben, vagy kiengedni olyankor, amikor nehéz, ahhoz kell egyfajta biztonság, vagy önbizalom, az a helyzet.
egy gyakorlása ennek, hogy jó helyen vagyok, hogy amit csinálok, az jó irányba tart. Az edzéseimen élek át ilyesmit, amikor az edzőim mondják azt, hogy bánj, merebb vagy, lazábban, mozdulj. Vagy tehát te jó vagy a zenében, amikor zongorázol, vagy amikor zenélsz, vagy énekelsz, azt nem tudod félig csinálni. Hogy beleadod magad, és ha merev vagy, akkor nem, az más, mint amikor beleengeded magad valamibe, amit kedvelsz. Például hobbi? Egy jó hobbi, igen. Vagy mozgás, művészet, ami olyan hobbi, amiben bevonódsz, amiben be tud adni magad. Tehát például kreatív alkotás, vagy ilyen? Igen. Csak próbáljátok ki. De ez egy segítség. A másik, ami segít, hogy őszinte vagyok, bocs, visszatérek ez az őszinteséghez, de ez, hogy most nem voltam lazult. És vannak határaim. Tehát szerintem az nagyon segít az ellazulásra, hogy tudom azt, hogy vannak korlátaim. Hogy nem vagyok pókember, vagy nem vagyok Superman, vagy nem vagyok, bár olyan jó lenne, de hogy ezek illúzió. Nem vagyok alkalmas mindenre. Na, csak mint irány, ami gyakorlás, ez a másik, amit mondtunk, tehát a hobbi, vagy bevonódni valamibe, a határaidnak a jó önismeret, határaidnak a kimondása, felismerése, és tisztelete igazából, az segítség a lazult, hogy nem kell mindent. Nem tudsz mindent. És vannak határaid, és azt meg kell tanulni tisztelni, együtt élni vele, bánni vele, kedvesnek lenni magaddal. A ragaszkodás kapcsán bennem is, illetve a kérdezőben is felmerült a függés fogalma. Miért félünk a függéstől? Hát azért, mert nem jó függni. Azért, mert nem jó, hogyha függő, akár kapcsolatokban, akár élvezeti cikkektől, akár munkától. Ha függésben vagyunk, az nem jó. Illetve, hogy szabadságra vagyunk megteremtve, vagy megalkotva. Nagyon érdekes számomra az, hogy magamon is tapasztalom, meg a környezetemben élő fiatalokon is, akikkel beszélgetek rendszeresen, hogy az ember képes megélni egyszerre ilyesmit. Leülök imádkozni, vagy szeretnék, vágyok imádkozni, és az érzés az, hogy nem mondja meg nekem senki, hogy hogy kell. Én szabad akarok lenni, nekem nem mondja meg az egyház, meg nem mondja meg más, hogy mit csinálják. Én majd tudom, hagyjatok békén, majd én. És amint leül, szabad, amint leül, az érzés az, hogy mit csináljak? Nagyon furcsa. Hogy egyszerre van egy ilyen, hagyjatok békén, és amint békén hagynak, amint ott vagyok, mit kell tennem? És kérek valamit, hogy mit kell tenni, tehát vágyom keretekre, vágyom, hogy mondjátok meg. És mint hogy ennek a feszültségében fakad ez az érzés, vagy a kérdés, hogy ezt nehéz feloldani. Mert egy csecsemő, amikor megszülettünk, mi függünk az édesanyánktól. Az ő testi érintésétől, szeretetétől, táplálásától. Ki vagyunk szolgáltatva. De örökké nem maradhatunk így. És nagyon hasonló az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy mi függünk tőle. Egészen ki vagyunk szolgáltatva, rászorulunk. De amint engedjük, hogy tápláljon, amint növekszünk, ő szabadnak teremtett. De egy hegymászó, amikor ki van kötve, az biztonságot jelent, hogy ha véletlenül lecsúsznak, akkor megtartják, megfog a társad. Hogy ez egy ilyen lelki tapasztalat, hogy vannak ilyen jellegű kikötözöttségeink, vagy tapasztalat, vagy függéseink, amelyek viszont életet mentenek. Amely segít megmaradni, segít megtartani, hogyha elesnék, vagy nem jól kapaszkodnék a hegymászás közben. Csak hogy mibe helyezzük ezt a fajta biztonságunkat, ez a nagy kérdés. És itt, amiről beszélgetünk, az, hogy az Istenbe helyezett bizalom, a vele létbe helyezett bizalom, az a sziklára épített alap, az a kötél, ami megtart bennünket nagyon bármilyen élethelyzetben. És hogyha elszakad a kötél, akkor van még valami más lehetőségem? Van egy lelkiség, igen, van. Abszolút. Ő utána nyúl. Még egyszer, az olyan fontos megélnünk, és nem elégszer beszélnünk arról, hogy
amiről beszélgetünk, az nem csak mi vagyunk. Az imádság az nem csak a te cselekvésed, hanem ahogyan ő utánunk jön, ahogyan ő elkap, ahogyan ő veled van. Van egy lelkiségi fogalom, amit még szívesen idehozok számotokra, ez pedig a ellene kormányozni. Amikor rámész egy vezetsz, és rámész egy jeges útra, és kisodródik az autó, akkor hirtelen mozdulat nem segítség, de viszont finoman ellene lehet kormányozni, és akkor ott maradsz. Ez a kifejezés latinul agere contra, ellene tenni. Ami segít nekünk, tehát ha szeretnéd ezt a folyamatot segíteni, vagy az Úrnak az utána nyúlását szeretnéd te is oda nyúlni, oda kapni, akkor ez egy fontos lelkiségi tanítás, meg fontos lelkiségi tanulás, hogy merni ellene menni attól, amitől félünk. Filozófiát tanultam Németországban, Münchenben, és volt egy rendtársunk, nemrég hunyt el, Christian Hervárznak hívták, aki egy első emeleti lakásban lakott, és együtt élt hajléktalanokkal, illegális bevándorlókkal, így segítette azokat az embereket, akik ott a környéken laktak. És én nagyon féltem a hajléktalanoktól, meg talán még mindig. És nagyon zavart engem, hogy az bennem lévő ilyen félelem, az valahogy közém áll egy ember, és én közém. És akkor azt mondtam, hogy na, oké, akkor agere contra. Ahogyan Szent Ferenc így megcsókolja a leprást, vagy ahogyan Ignáci így képes így a saját félelmei ellenébe így belemenni, na akkor megpróbálom. És akkor megkértem őt, hogy hadd lakjak ott velük egy 8 napig, és akkor az éves lelki gyakorlatomat, a 8 napos lelki gyakorlatomat ott végeztem el Kreuzbergben vele. Kijártam ebédelni a Terézia nővéreihez, mint a többi hajléktalan. Emlékszem, ott voltam a nővéreknél, és akkor volt egy ilyen menza tálca, mint a szokás, és akkor főtt krumpli volt meg az a fasírt, amit ilyenkor tipikusan ilyen menza étel, és akkor vittem, és emlékszem, ilyen büszke volt, nekem ez megy. De király vagyok, ezt így meg tudom csinálni, haj, de jó. És akkor leültem, és velem szembe ült egy hajléktalan, aki megvághatta egy a száját, vagy nem tudom, de fölemelte a tekintetemet, eszem, és így, hogy poharra minden csupa vér, minden. És akkor az érzés az, hogy atyavilág, ki evett ebből a tányérból tegnap, vagy ezzel az evőeszközzel, vagy ki ívott ebből a pohárból. És éreztem azt, hogy így, tehát a félelem, amitől tartottam, amitől féltem, így iszonyú erővel előjött bennem. És nem is bírtam enni, ott hagytam mindent, kiszaladtam a ebédlőből, ahol voltunk. És nagyon érdekes volt, amikor így földúlva mentem hazafelé, hogy mit keresek itt, miért csinálom ezt, miért kellett eljönnöm, nem vagyok normális. Egy család jött velem szembe a járdán, és az anyuka csak így tolt egy babakocsiba, egy baba aludt. Ennyi volt. És ahogy láttam ezt a babát aludni, nem tudom megmagyarázni ezt, ez csak az én Isten tapasztalatom ez most, de nagyon nehéz szavakat adni ennek, de ott, ahogy láttam egy babát aludni, az volt az érzésem, hogy itt megyek földulva, teljesen nem vagyok a helyemen, nem értem magam. És itt van ez a baba, aki egy nagyon nagy békességben alszik. És mint hogyha az Isten mutatta volna nekem, hogy hogy a félelem az valós, de itt vagyok. Vagy így gondoskodom olyad, vagy itt alhatsz, vagy ebben a térben biztonságban vagy. És akkor ebben végeztem a lelki gyakorlatot, hogy teljesen mondjuk nem múlt el, mondom, ez a fajta félelem, de mint tapasztalat, lelki tapasztalat hozom ide, hogy néha megéri ellene menni, hogyha az Úr meghív téged, vagy bennünket erre. Saját erőből ezek nem mennek, nem tudunk a saját erőből szabadokká válni, de mint ami segíti azt a folyamatot, amit kérdezel, azt talán ez a picit ellene kormányozni annak, amit sokszor félünk. Hát köszönöm, Bálint, a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy elég sok jó szempontot hoztál, és bízunk benne, hogy a kérdezők is választ kaphattak, vagy így legalábbis egy ilyen inputot, amin lehet aztán tovább gondolkodni. Köszönjük, hát a kérdések is nagyon jók, meg a beszélgetés is, mert remélem nem csak én vagyok, hanem együtt gondolkozni erről sokkal jobb, mint csak így mondani. Úgyhogy hálás vagyok, hogy kérdeztek meg, hogy velünk vagytok ebben a vlogban. Úgyhogy köszönjük is, hogy velünk tartottatok, és a jövő héten találkozunk egy újabb témával. Ha segített ez a beszélgetés, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövess bennünket a közösségi médiában.